Köszönöm szépen a lehetőséget, nagy tisztelettel köszöntöm jegyzőasszonyt, polgármester urat és a képviselőtestület tagjait. Először is köszönöm szépen a lehetőséget a meghallgatásra és a találkozásra. Tegnapi napon Nagyér, Ambrózfalva, Kövegy, Csanád Alberti, Pitvaros, Csanádpalota. Ez volt a penzum a képviselőtestületekkel való találkozási egyében. Ugye ebben a választókörzetben 19 település van, és szerettem volna minden településre eljutni, és első helyen és elsősorban a polgármesterekkel és a képviselőtestületekkel találkozni és felajánlani az együttműködés lehetőségét. Mielőtt ezt megteszem, elsősorban köszönettel tartozom a nagylaki választópolgároknak, hogy támogattak a 2014 évi parlamenti választások alkalmával, és természetesen azoknak is köszönöm, akik részt vettek a választásokon, de nem rám szavaztak, mert az ő szavazatuk arról győz meg, hogy még bőségesen van tennivalóm, hogy növeljem a támogatottságot, úgyhogy köszönöm a támogatóknak, és köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a választásokon, mert úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos, és egy demokrácia fokmérője maga a részvétel, és ez mindig nagy jelentőséggel bír. A választások után május 6-án tettem le a parlamentben az eskümet, és az eskühöz híven szerettem volna munkára jelentkezni tulajdonképpen polgármester. Tegnap azt mondtam Csanád Palotán Kovács polgármester úrnak, mert ennek a témának nagy szakértője, hogy közmunkára jelentkezem nálad, kérlek szépen, mert közhasznú tevékenység folytatására jelentkezem itt a nagylaki választópolgárok és a térségben élő választópolgárok érdekében. Valóban az volt a célom a mai jövetellel, hogy kialakítsunk egy munkarendet egymás között. Szeretnék a képviselőtestülettel rendszeresen találkozni. Lehetőség szerint szeretném, ha negyedévente kerülne sor a találkozásra. Negyedévente kerülne sor a találkozásra. Gondolok itt arra, hogy szeretném, hogyha a képviselőtestület feladatot szabna számomra, és időnként számot tudnék arról adni, hogy mit végeztem, hogy állnak a nagylaki ügyek, illetve milyen változások vagy milyen folyamatok vannak, amelyek a képviselőtestület és az itt élő 550 ember életét érdemben fogják befolyásolni a jelenben vagy a jövőben. Tehát szeretnék rendszeresen találkozni a képviselőtestülettel, és szeretnék arra is időt és lehetőséget keríteni, hogy a választópolgárokkal lakossági fogadóra vagy lakossági fórum keretében találkozhassak, részben a közügyek, részben pedig a privát ügyek, illetve a választópolgárokat egyénenként érítő kérdések áttekintése céljából. Tehát a jövetelemnek az alapvető célja az, hogy a május 6-i eskütétel után felajánljam az együttműködést, kialakítsunk egy közös munkát, és hát nem ekkora feleket kerítve neki, de legközelebb is találkozzunk. Tudom, hogy önkormányzati választások jönnek. Én szerettem volna már az önkormányzati választások előtt találkozni a képviselőtestülettel. Az én sorsomról már döntöttek a választók, most majd a képviselőtestületről, meg a polgármester sorsáról döntenek, de még mielőtt ez a döntés megszületik, mindenkivel szerettem volna megismerkedni, illetve a munkaföltételeket kialakítani. Szeretném, hogyha munkatársként tekintenének rám, olyan emberként, akinek az a dolga, hogy Budapesten a nagylakiak érdekeit képviselje, és nagylaki érdekében mindent megtegyen. Részben a polgármester úrtól várhatom nyilvánvaló azt a fajta segítséget, hogy elmondja, hogy milyen ügyek vannak, amelyeket képviselni kell, milyen folyamatok, tendenciák, társadalmi, szociálpolitikai kérdések. Tehát a képviselőtestület ülésén számos ilyen kérdés szerepel, aminek talán jó, ha ismerője vagyok, vagy talán fontos dolgokat is tudok hozzátenni. És itt szeretném elmondani, hogy azért is jöttem, mert a kormány június 6-án alakul majd meg a parlamentben. Miniszterelnök úr folytat kormányalakítási tárgyalásokat, a múlt héten társadalmi szervezetekkel találkozott, és ez a konzultáció folytatódik, a jövő héten pedig meghozza azokat a döntéseket, amelyek a kormány összetételére vonatkoznak, de nyilván egy kormány alakulásával párhuzamosan nagyon fontos az, hogy hogy állnak az ügyeink, tehát 4 év kormányzás után az embernek kasszát is kell csinálnia, és milyen teendők állnak előttünk, és a következő 4 éves időszak nagyon fontos kérdése lesz az, hogy a kelet-magyarországi kis települések sorsa az hogyan és miként alakul, főleg a határmenti települések számára milyen lehetőséget tudunk biztosítani. Már látszik, hogy a következő 4 év egyik nagy kérdése lesz, hogy a vidéken élők, Kelet-Magyarországon élők, a határmenti nehéz helyzetben lévő, általában hátrányos helyzetű térségben élő fiatalok számára és az itt élő családok számára hogyan tudunk megélhetést, egzisztenciát, boldogulást biztosítani.
Egész biztos vagyok abban, hogy az önkormányzatokkal való együttműködés nélkül a kormány csak bénakacsa lenne, tehát ahhoz, hogy ezeken a településeken az itt élő emberek megélhetést találjanak, boldogulást találjanak, egzisztenciát és családot tudjanak alapítani, ahhoz kell az önkormányzatokkal való szoros kooperáció. Nyilván polgármester úr el fogja mondani nekem, és a képviselőtestület ebben megerősíti, hogy most és a következő években milyen terveik vannak arra nézve, hogy az itteni életminőség hogyan javítható. Biztos vagyok abban, hogy a nagylaki kezdeményezésekhez tudunk támogatásokat szerezni a kormány oldaláról, mi ebben készek és nyitottak vagyunk. Ugye nagylak speciális helyzetű, külön kezeljük, még a térségen belül is. Ez a térség részben a történelmi adottságok miatt, az 1920-as trianoni határ miatt, részben azért, mert itt azért komoly szociális nehézségekkel küzdő települések vannak, de maga a nagylaki határátkelőhely miatt egy speciális kormányzati figyelemben részesült mindig. Ami volt időszak, amikor előny volt, volt, amikor meg hátrányt jelentett. Azért hosszú évtizedeken keresztül az országnak ennek a keleti határára kevés forrás, kevés beruházás, kevés investíció jutott. Ezeket kell pótolnunk. Ennek részben apropója lehet a nagylaki határátkelősi pontnak a sorsa. Az M43-as autópályát a kormány az Európai Unióval közösen a román kormánnyal való együttműködésben 2015-re meg fogja építeni. A nagy cél, aminek érdekében ezt a munkát elvégeztük, az az volt, hogy Románia csatlakozik a határig, és létrejön egy európai folyosó. Most láthatóan ez a folyamat késésben van. A magyar oldalon minimális késésben, román oldalon nem tudjuk, hogy mekkora késésben, és azt tudjuk, hogy egyelőre várat magára az a pillanat, amikor Románia Schengenben beléphet. Tehát a nagylaki határátlépési pontra, a kontrollra, a schengeni határ tartós fönnmaradásával egyelőre számolnunk kell. Ez érdemben hat ki a nagylakiak életére. Megkérdőjelezi, hogy az M43-as útépítésének akkor mi lesz a végpontja, egyszer csak vége lesz a Szántóföldön, és hova mennek onnan a kamionok. Ez egy megoldatlan probléma jelen pillanatban. Erre a kormány a választásokat megelőzően, ahogy erről a polgármester úrat tájékoztattam is a sajtót, és 4 milliárd forintot különít el, hogy egy olyan lehajtószakasz jöjjön létre a határátmetszési ponttól függetlenül, amely átmeneti vagy ki tudja tartós jelleggel biztosítja azt, hogy a régi határátkelőhelyet és az autópályát össze tudjuk kötni, úgyhogy ez minél kisebb sérelmet okozzon a nagylaki polgárok számára. Mert hogyha a határátkelőhely nem valósul meg egy határátlépési pont a magyar-román határon, és biztos vagyok abban, hogyha Románia belép Schengenbe, akkor sem valósul meg ez 2017-ig. Tehát még biztos, hogy van 3 év. Ha Románia nem lép be Schengenbe, akkor meg nem tudjuk, hogy mikor fog megvalósulni. Tehát könnyen lehet, hogy 10 évvel is, vagy ki tudja, mennyivel kell számolnunk, akkor értelmét veszíti az M43-asnak ez a fajta kiépítése, és ráadásul nagylaknak a közlekedési problémáit nem oldottuk meg, mert a tömeg, az autótömeg az itt nagylakot ugyanúgy fogja terhelni. Tehát ez a beruházás a schengeni belépés elhúzódása miatt, és egyébként pedig más európai előírások miatt, például a veszélyes anyagszállítás, élő állatszállítás miatt elkerülhetetlenné teszi azt, hogy egy nagylaki elkerülő épüljön az M43-asra való rácsatlakozással. Ez nagy beruházás, és csak saját költségvetésből megy, tehát a magyar adófizetők forintjaiból 4 milliárdot kell erre költeni. Miniszter asszony a napokban írja alá azt a dokumentumot, amely a kormányhatározat végrehajtását rendeli el, és az állami autóépítő szervezetek most kezdenek hozzá ennek a beruházásnak a előkészítéséhez, majd megvalósulásához. Tehát ez mindenféleképpen egy olyan apropó, ami részben nagylaknak jó hír, hogy egy ekkora beruházás lesz, részben a képviselőtestületnek, önkormányzatnak erre oda kell figyelnie, egy együttműködés kell a kormányzattal és az autópálya és az autóépítő szervezetekkel. Másrészt pedig hosszú távon azt jelenti, hogy nagylak egy határátlépési pont lesz. Tehát mindenféleképpen nagylak attól a felelősségtől, illetve lehetőségtől, vagy sorscsapástól ki, hogyan éli meg itt a falu polgárai közül, hogy itt a határátlépés itt van. Ez tartósan erre kell berendezkedni, tehát itt egy speciális helyzet alakul ki, amit nyilvánvalóan kezelni kell. Ezért fontos az, hogy a képviselőtestülettel a kormányzat reményeim szerint az én segítségemben megtalálja a közös nevezőt. Másrészt nyilvánvalóan nagylak sem lók ki abból a sorból, ami itt a környékbeli településekre jellemző, egy 500-550 fős településnek megvan a maga baja nehézsége, ami a szociális viszonyokat, elvándorlást, társadalompolitikai adottságokat illeti. Nyilvánvaló, hogy a kormány várja azokat a kezdeményezéseket, amelyek ezeknek a helyzeteknek a megoldásában segítségül szolgálhat. Én azt tudom elmondani, hogy a kormány nem tervez
jelentős további átalakításokat az önkormányzati világban. Megtettük ezt az elmúlt időszakban, és ez a folyamat tulajdonképpen lezárult azzal, hogy az adósságot fölhalmozó önkormányzatokat konszolidáltuk, az adósságot nem fölhalmozó önkormányzatokat pedig megpróbáljuk támogatni a fejlesztési elképzeléseikben, és megszabadítottuk az intézmény fönntartás feladatától, felelősségétől, akár az oktatás, akár az egészségügy területén a települési önkormányzatokat. Ez azt jelenti, hogy más típusú önkormányzati munkára kell készülni a következő időszakban. Sokkal inkább fejlesztési, életminőséget befolyásoló döntéseket kell hozni. Viszont van egy terület, amiben a kormány mérlegeli, hogy mit tegyen, és nagy dilemma számunkra. Úgy látjuk, hogy a szociálpolitikai kiadásokat ebben az országban minden választópolgár pártállástól függetlenül fontosnak tartja. Tehát Magyarországon az emberekben megvan a segítségnyújtásnak a szándéka, megvan a gondoskodásnak a szándéka mások iránt, de az az elvárás mindenképpen megfogalmazódik, hogy a szociális támogatások igazságosak legyenek. És egy szociális támogatás akkor tud igazságos lenni, hogyha helyben döntik el, hogy kinek jusson. Tehát én nem hiszem, hogy Budapestről, Makóról vagy Szegedről meg lehet azt mondani, hogy nagy lakon ki az, aki rászoruló. Ezért az önkormányzati területen egy változást tervezünk, ami viszont nagy jelentőségű. Szeretnénk bevonni, megerősíteni az önkormányzatokat abban, megerősíteni a jogkörüket abban, és bevonni őket abban a munkába, amellyel az települési önkormányzatok eldönthetik azt, hogy a területükön ki az, aki segítségre érdemes, és ki az, aki segítségre szorul. Tehát, hogy kikapjon a magyar államtól, a közösségtől a szociális támogatást, abban a települési önkormányzatoknak az eddiginél jóval nagyobb szerepet kell biztosítani. Önök ismerik az itt élőket, önök tudják, hogy ki az, aki valóban rászoruló, önök tudják, hogy ki az, aki érdemtelenül kapja ezeket a szociálpolitikai támogatásokat, mert visszaél ezekkel a támogatásokkal, és ebben úgy gondolom, hogy a képviselőtestületeknek minimum véleményezési vagy vétójogot, vagy akár döntési jogot kell kapniuk. A képviselőtestületek véleménye nélkül Magyarországon 2015. január 1-től szociálpolitikai támogatást nem lehet adni. Én ezt a programot képviselem, és a kormány ezt fogja mérlegelni a következő időszakban. Ez egy nagyon fontos változás. A 90-es évek elején valamennyire ez működött, a képviselőtestület még szociálpolitikai ügyekben másodfokú fellebezéseket is elbírált. Az utóbbi időszakban azonban a képviselőtestületek szerepe csökkent. Mi úgy gondoljuk, hogy a képviselőtestületek nélkül nem lehet érdemi döntéseket hozni. A másik nagyon fontos kérdés a közmunkának a kérdése, ami tegnap minden lakossági és önkormányzati találkozáson szóba került. Most arra törekszünk, hogy 2014. május 1-jét követően a közmunka mértéke ugyanolyan legyen, mint volt április 30-án. Április 30-án volt a legnagyobb a közfoglalkoztatottak száma az országban. Most átlagosan az idén 200 ezer embert szeretnénk foglalkoztatni, viszont 2015. január 1-től a közmunka lehetőségét szeretnénk mindenki számára biztosítani. Tehát aki munkanélkül és jövedelem nélkül van, minimum közmunkában kell részesülnie. Ez egy nagy program és nagy vállalás, ez a kormányzat célja, hogy 2015. január 1-től minimum mindenki közmunkára jogosult legyen. Ez természetesen úgy hiszem, hogy az önkormányzat részéről megint csak nagy felelősség lesz, mert van, aki visszaél a közmunka lehetőségével, őket ki kell szűrni, még akkor is, hogyha kiesnek a szociális ellátási rendszerből is. Ugyanakkor a közmunkát minden olyan ember számára, aki jövedelempótló támogatással rendelkezik, vagy éppenséggel munkát keres, minimum föl kell ajánlani. Ebben a választókörzetben ráadásul Kövegyen, Csanádpalotán, de szinte minden településen nagyon pozitívak voltak a közmunkával kapcsolatos tapasztalatok. Itt nem csak a település fönntartás, hanem értékteremtő közmunka is működik, sőt a külső agrárkörnyezetnek a javítása és kezelése is fontos feladatot jelent a közmunkások esetében. Tehát a közmunkát így szeretnénk bővíteni, illetve erősíteni a következő időszakban. A harmadik dolog, tehát az egyik dolog a mandátumnak az átvétele, illetve eskütétel, ami miatt jöttem, hogy munkára jelentkezzem. A második dolog a kormányalakulás kapcsán nyilván fontosak ezek a helyi tapasztalatok. A harmadik dolog, ami arra inspirált, hogy jöjjek, hogy 2014 és 20 között az Európai Uniós forrásokból 7200 milliárd forint jut Magyarország fejlesztésére, és külön a vidék fejlesztésére 1000 milliárdos nagyságrendű tétel áll rendelkezésre. A 7200 milliárdnak 60%-a megy gazdaságfejlesztésre. Ebben a 60%-ban benne lesznek a megyei területfejlesztési programok is, amelyeknek az a céljuk, hogy a helyi gazdaságfejlesztést próbálják támogatni és erősíteni.
kis- és középvállalkozások közreműködésével munkahelyteremtés a legfontosabb cél. És ezekről a programokról a kormány folyamatosan dönt. Tárgyal Brüsszelrel, és döntéseket hoz. Részben eldönti azt, hogy melyik megyének mennyi pénze legyen, részben el fog dőlni az, hogy melyik megyében milyen fejlesztéseket támogatunk a megyén keresztül, vagy a minisztériumi rendszeren keresztül. Ezért fontos azt tudni, még az önkormányzati választások előtt, fontos azt lajstromba szedni, listázni, hogy egy települési önkormányzatnak milyen elképzelései vannak a következő 4, illetve 8 esztendőre. Ennélkül nehéz lesz a képviselőtestületi munkába belevágni. Erre mondtam azt, hogy ma nem az intézmény fönntartása fogja jelenteni a fő kihívást a képviselőtestületnek, hanem az, hogy a fejlesztési forrásokból hogyan tud minél többet helyi vállalkozásoknak, helyi munkahelyteremtésre, gazdaságösztönzésre fordítani. Ez lesz a fő cél. És a második cél pedig, hogyan tudja a település megtartó képességét erősíteni, hogy ezeken a településeken valóban a fiatalok vagy a középkorúak számára az élet lehetősége meglegyen, és a boldogulás lehetősége is nyitva legyen. Ezért a képviselőtestületnek szerintem rövidesen hoznia kell egy olyan döntést a lakossággal való megbeszélést követően, hogy 2014 és 20 között milyen fejlesztéseket szeretne csinálni. Ez elódázhatatlan. Jó dolog és szerencsés, ha októberben ezt a választópolgárok megerősítik, hogy ők is valóban ezt szeretnék, de tulajdonképpen ez egy nagyon fontos döntés lesz a következő időszakban, és a megyei területfejlesztési tervekről már tárgyalt polgármester úr tudomásom szerint Szegeden, több egyeztetésen részt vett. Nem közömbös, hogy ebben a térségben mi történik. Ennek a térségnek még egy nagy lehetősége a magyar-román határmenti Európai Uniós fejlesztési együttműködés, ami a magyar oldalon mintegy 100 millió eurós fejlesztési lehetőséget jelent. Ebből szeretném, hogyha Csongrád megye és kifejezetten ez a választókörzet kiemelten részesülne. Például ebből a pénzből szeretnénk az itteni településeket egészen a Békés-megyei határtól, tehát Nagyértől le Kiszombori kerékpárút hálózattal összekötni, amely részben ezeknek a településeknek az együttműködését, a polgárok állami szolgáltatások igénybevételét, részben pedig a szabadidő eltöltését is nyilvánvalóan érdemben segítik. De ez csak egy példa volt arra, hogy mire lehet majd ezeket a pénzeket felhasználni. Még az nagyon fontos dolog, hogy ahogy a képviselőtestületi választás meg lesz októberben, leteszi a képviselőtestület és a polgármester az esküt, terveink szerint október végén, november-decemberben meg fognak jelenni az első pályázatok, illetve elindulnak a programok. 2 millió eurós beruházásig nem tervezünk pályázatokat, jelentkezési sorrend alapján a források kimerüléséig lehet hozzájutni a pénzhez. Tehát akinek terve, programja, elképzelése van, az automatikusan megkezdheti benyújtani. Szeretnénk kiirtani azt a pályázati rendszert, amely alapvetően a pályázatíróknak, a projektmenedzsereknek és a pályázati pénzek visszaélésének volt a melegágya. Arra szeretnénk a forrásokat fordítani, hogy minél több ember részesüljön ezekből a pénzekből, és minél több fejlesztés valósuljon meg. Tehát ez a három ok, ami miatt jöttem, és szeretnék az önök rendelkezésre állni a következő időszakban is, polgármester úr. Köszönöm szépen.